the Serpent Man will rush along your goal. He was big and strong, in his eyes a flaming glow. Was with the look of doom, with terror and defeat. Right in one spoke cheeks, he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. Kitáncolta magából a levegőt a végére, tehát már nem bírta kakalint, már ott annyira... Kettő dolog... Vérmedve? A vérmedve. Kettő dolog járt a fejemben, amikor elkezdődött a produkció, hogy valaki most mennyire egy ilyen orosz utazó cirkusz, mennyire keresheti, hogy eltűnt a hevesiük, tudod? Megszökött a hevesi a ketrezből, és itt táncol a nagy duetben. Nagy volt a kontraszt itt a Maradj velemhez, nem? Tehát, hogy... Igen, tehát hogy ott gyönyörűen énekeltek, meg kijött a hevesi megőrülni. Tehát konkrétan azon gondolkodtam, hogy ha ide jön, akkor remélem vannak biztonságok, tudod, hogy valaki közbeavatkozik, hevesi teljesen megmondott. Mondjuk az ütős semmilyen koreográfia órára nem járt, ahogy elnéztem. Tehát ez egy újraértelmezett. Nem, hát ő ugyanúgy a Péter Sramekéknak járt a harci kurzusára, tehát ez ugyanaz volt, csak oroszba. A másik, hogy viszont a kulcseledén ebben a ruhában, ebben a dalban, ebben a szerepben is gyönyörű volt és tehetséges. Úgyhogy azért ne vonj el a figyelmet! Hevesi Tamásoknak felfort az agya a kucsmában. És azt szeretem, hogy a Hevesi egyébként arcban is átváltozik, tehát a produkcióvá. Tehát, hogy ő igaz... Konkrétan ijesztő volt. Ettől volt félelmetes, igen, igazán. Egy ideig azt hittem egyébként, hogy nem parodizálná a számot, tehát, hogy minden arcizmával megbolondult, nagyon nagy van. Mit érzel, Andi, ezután a produkció után? Milyen egyébként még ott csudok a vérmedvét. Hát de tényleg azt mondja, hogy egy orosz... Ugye bevonszol a barlangba, aztán őszig, és sehova. Nagyon-nagyon jól szórakoztam, és láttam rajtad, hogy teljesen elgurult a gyógyszeret. Semmi baj, Tomi, semmi baj, nagyon szeretünk, így is, úgy is. Az egyik legjobb énekese vagy ennek. Nagyon helyes volt, Edina néha olyan szemérmesen ránézett, hogy nem hozzám tartozik. Igen, és itt énekelek. Igyekszem. Tényleg, de tényleg olyan semmi volt. Baj, nem lesz nagy baj, de én azért mindig szépen énekelek. És... A próbákon egyáltalán nem ilyen volt, és így nekem is... Megijesztett? ...tudonság erejével hatott, hogy most mi történt. Akkor kell hozni a formát, amikor... Nem, hát a nézők... Lehet-e a döntőre valaki mást választani? Igen. Nem akar valaki. Igen, a nézők...
A nézők kedvéért mondom, mert Kulcsár Edina éppen azt csomagolta be, hogy ő nem teljesen erre mondott igent. Tehát, hogy... Igen, egy picit, de mint, hogy eltávoltál volna a produkciótól. Sokszor beszélünk az Edináról nyilván, mert te vagy benne az amatőr, de ez a most Tomi, figyelj, hogy olyan sót nyomtál a színpadon, hogy nem ittem el komolyan. Ez hihetetlen. És tényleg, sőt, nem biztos, hogy láttad, de Edina úgy röhögött közben, hogy ne tudj meg, hogy azt se tudta, mi folyik. De nagyon jók folytatok. Yeah, you beauty ketten, de tényleg. Davaj! Nekem volt egy kis Jackson is a mozgásában, nem? Ahogy rúgott. Egy pici, nagyon pici jó, Claudia, csak egy pici, de jó, nagyon jó. Hogy Tamás, hogy volt? Mutasd meg egyszer, vajon? Hasba vágta. A gumicsizma nagyon jó. Azt vártam, tényleg a gumicsizma úgy meg fogja rúgni. Ez kicsit továbbfecsás, na mindegy. Igen. A lényeg, hogy kérünk pontokat tőle. De magyarul. Tibi? Igazából nincs semmi szigorkodni. Nem azért adok maximum pontokat, mert hülye vagyok, meg nem azért, mert most vajszívem van, hanem mert nincsen miért elvenni. Úgyhogy 10 pont! Andi? Én meg nem azért adok 10 pontot, mert kevesebbet illene adnom ilyenkor már. Annyira szeretlek benneteket, és annyira imádom minden dolgotokat. Hogy mondtad? Jajobb jó! Kettőtöket! Jajobb jó mind a kettőtöket! Megszé 10 pont? Ja, 10 pont. Hát ezt akartam, hogy... 10 pont. Oroszul, francia akcentussal. Kuki? Én már csak szépen tudom mondani azt a szám magyarul. 10 pont! Köszönjük! 10 pont. Bravo! Menjetek nyugodtan, mert két fehér ruhás fiatalember vár téged ott. Ne ijedj meg! Van a kezükben valami. Sokáig a fejedre hagyod, a kicsit, mert vannak a betegségek alatt azt. Inkább szabadulj meg tőle!